A közelkeleti háború besötétítette a világgazdaság horizontját, amely már most is ingatag növekedést mutat. Jelentette ki az IMF vezetője csütörtökön a Nemzetközi Valuta Alap és Világbank éves találkozója utáni sajtótájékoztatón. Kiemelte, hogy az IMF a hét elején közzétett, de még a háború kirobbanása előtt készült világgazdasági előrejelzései már eleve törékeny globális növekedésről szólnak. Most azonban további változások vannak kilátásban. Ugyanakkor szerinte még túl korai lenne értékelni a konfliktus gazdasági hatásait. A The Times of Israel tudósítása szerint Kristalina Georgieva úgy fogalmazott, súlyos megrázkódtatásokat élünk át, amelyek most az új normálissá válnak egy olyan világban, amelyet eleve meggyengített a gyérnövekedés és a gazdasági széttagoltság. Egyértelmű, hogy a háború egy újabb felhő, amely elsötétíti az amúgy sem naposágot a világgazdaságban. Bruno Le Maire, francia pénzügyminiszter erre úgy reagált, hogy a régióban bekövetkező bármilyen eszkaláció természetesen jelentős hatással lenne a globális jólétre. A stúdióban van már is egyrészt Bakaev Zoltán gazdasági újságíró, másrészt Pásztor Szabolcs vezető kutató az Ökonomusz Gazdaság Kutató Alapítványtól. Sorra érik egymást a nemzetközi gazdasági tanácskozások, és azt lehet mondani, hogy a közös nyilatkozatok arra koncentrálnak, hogy hogy lehet úgy megteremteni a közös pontot, hogy nagyon óvatosan bánni a válságövezetekben zajló folyamatokkal. Miért fontos az, hogy az országok így közös platformra kerüljenek, és milyen kihatással vannak ezek az előrejelzések a, a világgazdaságra? Tulajdonképpen arról van szó, hogy ma már nincsen elszigetelt konfliktus, annyira nyitottak a nemzetgazdaságok kereskedelmi szempontból, hogy mindent mindenre hat, és mindent mindenhol megőrzünk, és, vagyis megérzünk, tehát a gazdasági hatások azonnal jelentkeznek. Eh, nehéz elszigetelni a gazdasági jelenségeket, és most is például tényleg valószínűsíthető az, hogy érdemi hatása lesz még a kis nemzetgazdaságokra is a konfliktusnak. Különböző mérések történnek arra vonatkozóan, hogy mekkora lehet ez a hatás, nyilván attól függ, hogy milyen kiterjedtségű ez a háború, de az biztos, hogy érben és időben. Érben és időben, az biztos és bizonyos, és ugye az IMF is megerősítette ebben bennünket, hogy hogy látványos hatása lesz majd az elkövetkező időszakban. A kérdés az természetesen az, hogy tényleg meddig tart, milyen mértékű, milyen mélységű lesz. Nem tudjuk magunkat elszigetelni ettől. Nem akarok ennél hosszabban időzni, hogy olyan elég kemény volt-e az AMF nyilatkozat Ukrajna kérdésében. Inkább azt elemeznénk, hogyha, hogyha egyetérte Zoli, hogy Tulajdonképpen a válság kitörése előtt már azt jósolták, hogy lesz egy mérsékelt visszaesés a 2022-es pici növekedéshez képest, ugye? Na most erre rakódik rá a két konfliktus, ugye, a hosszabban jelenlévő ukrajnai és a most kitört gázai övezeti. Na az a kérdés, hogy ez milyen módon hathat vissza a globális növekedésre? Én azt gondolom, hogy 2021, tehát a COVID után inkább az látszott valószínű pályának, hogy a világgazdaság egy növekedési pályára fog állni, miután elkezdtek visszaépülni a beszállítói csatornák. Volt egy halvány sugár, hogy 22-22-ben az orosz ukrán háború kirobbanás az egy teljesen új szitu szituációt teremtett. É, és ezt fejelte tulajdonképpen meg az, ami most történik Gázában, pontosabban Izraelben és a, a térségben. Előbb a kérdésed arról szólt, hogy miért törekednek kooperációra az országok. Én két okát látom. Az egyik az, hogy túl sok konfliktus robbant ki egy időn belül a világban ahhoz, hogy ezt lehessen menedzselni ö, helyi szinten. Másik pedig az, hogy Izrael és térsége a közel-kelet az olaj lelőhelyek miatt, az olajkutak miatt egy kulcsfontosságú stratégiai terület, Tehát ez kiemelt figyelmet érdemel. Én azt gondolom, hogy részben emiatt is a, a, annak a veszélye, hogy ez a háború ez eszkalálódik és elnyúlik, elég kicsi. Akkor beszéljünk Izraelről, hiszen azt bejelentették, vagy sejtették a nagy olajkitermelő országok, hogy valamilyen módon ők reagálni fognak erre a politikai változásra, ami szerintük Izraelben megnyilvánul, vagy jelen van, és főleg erre a konfliktusra, a kórház megtámadásra hivatkozva. Úgyhogy az a kérdés, hogyha például. Egyszerre határozzák el az olajkitermelő országok, hogy ők most visszafogják az exportot, akkor ennek milyen hatása van? Tulajdonképpen azt érdemes látni, hogy a nyugati világban úgy tűnik, hogy kevesebb kőolajat használnak a nemzetgazdaságok. De ez összességében világszinten nem igaz. A fejlődő országok rendkívül intenzíven használják a kőolajat, és energiaigényük az nem, hogy csökken vagy stagnál, hanem látványosan növekszik. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ma már a világgazdaság vagy a nemzetgazdaságok kevésbé épülnek a kőalajra. Na most, vannak különböző forgatókönyvek. Az egyik forgatókönyv a Bloomberg szerint az, hogy ez egy rövid konfliktus lesz, és nem lesz érdemi hatása a kőolajra ennek a konfliktusnak vagy ennek a háborúnak. A második forgatókönyv az, hogy kiterjedtebb, esetleg egy ilyen izraeli-iráni háborúban is kiterjed, ekkor a kőolajárak 10%-kal növekedhetnek, globális GDP pedig mondjuk 0,3%-kal csökken. A legrosszabb változat viszont az, amikor 150 dollár lehet a kőolaj ára, és a globális GDP 1%-os. Tehát ez a visszási... 80 és 90 között van, igaz? Igen, nagyjából Igen. így körülbelül Igen. így alakul. Tehát ezek a forgatókönyvek léteznek. Én biztos vagyok benne, hogy a kőolajat kitermelő, exportáló országok szorosan követik az eseményeket, és hát természetesen megpróbálnak úgy reagálni, hogy az a piacok irányába egyfajta megnyugvást hozzon, vagy megnyugvást eredményezzen. Tehát ilyen hatásokat kell el Elképzelni. A legrosszabb forgatókönyv szerint még 150 dollár is lehet egy holdókőolaj. Ugye azt most látjuk a piaci mozgásokon, hogy pánik nincs, de óvatosság és bizalmatlanság van. Ez elég jól tükröződik részben az olaj árán, ami most már 90 dollár fölé húzhat az elmúlt napokban. És valamennyire látszik egyébként az arany árfolyamán is, tehát hogy a, a mindenkori menekülő esz, befektetési eszköz az arany árfolyama elkezdett nőni, tehát nő a kereslet iránta. Hogy én miért gondolom azt, hogy itt nem lesz egy, egy kiterjedt konfliktus és hosszantartó konfliktus a térségben, az azért van, amiről itt eddig is beszéltünk, hogy egyszerűen ez egy olyan stratégiai része a világnak az olaj lelőhelyek miatt, a, 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 amit nem hiszem, hogy a, az ottani állam kockára a, kockáztatnának a, annak a biztonságát a, azzal, hogy egy, nagy csapásmérésre alkalmas izraeli és amerikai katonai szövetség válaszcsapásokat mérjen abban az esetben, hogyha esetleg megtámadnák Izraelt. És hát emlékszünk a 90-es évek elejére, ezt egy másik műsorban az ATV-ben már beszéltünk erről, hogy az iraki háborúnak lényegében az vetett véget, hogy földjullattak az iraki olajkutak és ezzel megszűnt a bevételi forrása az országnak. Tehát szerintem, hogyha ezt mind mérlegre teszik az érintett országok, akkor arra fognak jutni, hogy ezt a konfliktust a lehető leggyorsabban le kell zárniuk. Nagyon érdekes, hogy Izraelben volt egy 6%-os növekedés, és most ugye az a kérdés, mindenki azt kutatja, hogy mennyi ideig lesznek távol azok, akik a gazdaságban részt vesznek, ugye azáltal, hogy bevonulnak a hadseregbe, kiesnek a munkából, főleg azon foglalkozásokban tartoznak vállalkozók, ügyvédek, orvosok, nem tudom, kétkezi munkások, akik, akik működtetik a gazdaságot. Ugyanezt láttuk Ukrajna esetében, ahol a, a lakosság egy jelentős részét ugye be kellett vonultatni, sőt, tulajdonképpen Oroszországban is hasonló történt, tehát kimutatható a gazdaságot teljesítményen az, hogy a gyárakban, irodákban dolgozók... Ez uh, nem az orosz narratíva. Ez nem az orosz narratíva. Uh, én háborúról beszélek, nem pedig speciális, hadműveletről műveletről. <laughs> hogy értsük egymás szavát. És Igen. nyilván Izraelben is lesz egy ilyen egy ilyen hatás. Azért az izraeli gazdaság kicsit más alapokon nyugszik, nyilván van, nyilván van egy, egy ipari ága és a dolognak, de alapvetően Izraelben, ahogy én tudom, ott inkább a, a startup ökoszisztéma, ami elképesztően erős, egyre erősebb, az egy kicsit más munkakörülményt jelent, mint a, mint a hagyományos ipar és mondjuk mezőgazdaság, de ettől még a munkaerőt onnan is el fogja vonni a háború. Szabolcs, koncentráljunk arra, amit mondjuk a New York Times vett fel, hogy a Európa kivantébe fokozott a Azoknak a folyamatoknak, amik a válság miatt átgyűrűzhetnek a globális gazdaságra, és azt mondják, hogy a nagy gazdaságok, mint német, francia, akár, a, akár a brit, hogy, hogy ezek a gazdaságok már eleve az előrejelzésekben visszaeséssel számoltak, az összeurópai szintű minimális növekedés az még fenntartani látszik, a, a plusz nulla, ahogy a miniszterelnök mondja, ugye? Most az a kérdés, hogy ez nálunk Magyarországon hogy jelentkezik például, hogyha a német gazdaság zsugorod? Igen, tehát hogy Németország kapcsán egyre többen mondják azt, hogy is egyre inkább látható, hogy a fejlett országok közül talán az egyedüliként nem tudja elkerülni a recessziót. Hát Magyarország egy oldalon kitett természetesen a német gazdaságnak, ugye sok szálló ez a kitettség, van egyfajta kereskedelmi függőség, feldolgozóiparban nagyon elősen látható a, a német kapcsolat. elemzők azt mondják, hogy nem feltétlenül az IMF receptje az, ami érvényesülni fog, tehát ők sokkal pozitívabban látják ezt a kérdést. Ugye nyilván nem is feltétlenül hozhatják ki azt természetesen, hogy mondjuk nagy ütemben vissza fog esni majd a gazdaság, tehát alakítaniuk kell nekik is tulajdonképpen azt, hogy milyenek az elvárások a gazdasági teljesítmény, vagy a várakozások a gazdasági teljesítmény kapcsán, de azt, amit ugye látni kell, az tényleg az, hogy a németek szerint is vannak neuralgikus pontok a német gazdaság szerkezetben, és hát ennek ugye Magyarországra természetesen érdemi hatása lesz, tehát ugye az exportnak a döntő része az ugye a az irányba tart, és ettől ugye rövid távon nem tudja magát elszigetelni a magyar gazdaság. Ugye azt szoktuk mondani a világgazdaságban, hogyha az Amerikai Egyesült Államok tüsszent, akkor Európa megfázik. Ugye itt lehet egy más fókuszt is mondani, és azt mondhatjuk, hogy ha Németország tüsszent, akkor a magyar gazdaságra hatása lehet, a magyar gazdaság megfázhat például. Úgyhogy egy ilyen kapcsolatot vagy függést azonnal lehet azonosítani, és lehet következtetni azért a magyar gazdaság is. Zoli, a miniszterelnöknek van egy jóslata, hogy a következő év közepétől már a gazdasági növekedés jelei érzékelhetővé válnak. A speciális magyar válságkezés mennyiben térhet el az európaitól? Melyikre gondolsz, az elmúlt két évre, vagy az előttünk álló időszakra? Mert azért a válságból nem fogunk még teljes mértékben kikeveredni nyilván. Jobb lesz a helyzet jövőre, mint idén volt, de például a, a Vállalkozók Országos Szövetsége a minap tett közé egy elemzést tagvállalatai körében mérték fel, hogy milyen a, a, hangulat, és abból az derült ki a harmadik, idei harmadik negyed évre vonatkozóan, tehát július és szeptember közti időszakra, hogy még borulátóbbak, mint voltak az azt megelőző hónapokban, ami nem egy e, túl kecsögtető kilátás a jövőt nézve, leginkább a megrendelés állomány alakulását látják e, rossznak, valamint a beruházás de sok beruházási kilátásokat látják rossznak. Ez azért rossz hír, mert ez a, ez a két tényező tulajdonképpen a két tartószlop a növekedésnek. Ha ez gyönge, akkor ebből érdemi növekedés nem lesz. Sokan mondják már azt, hogy a kormány 4%-os jövő évi növekedési növekedési az nagyon optimista, ez inkább 2-3% környékén lehet. Hát akkor körbeértünk, hogy a válságövezetekből elindulva a magyar gazdaság helyzete, hogy alakulhat. Folytatjuk, és köszönöm szépen.